Sziasztok! Tehát a Pippa kollekció, arról fog nektek mesélni, hogy hogyan terveztem meg a Momén 3 hónap alatt a 6 darabos cipőkollekciót, aminek az a lényege, hogy a vásárló saját maga tudja összerakni, és lapos csomagolásban tudja megvásárolni. A szakdolgozatom témája a fenntartható cipőtervezés volt, ezért nagyon fontos volt számomra, hogy olyan meglévő példákat kutassak a cipőmárkák körében, akik olyan innovatív megoldásokat hoztak már létre különböző ökológiai szempontokból a márkájuknál, ami nekem a tervezésem során inspiráló lehet, és akár én is tudom alkalmazni őket. Az inspirációm alapvetően a magyar bocskorcipő volt, aminek megtetszett az egyszerűsége, az, hogy alapvetően egy bőrlapból van kiszabva, fűzéssel építhető össze, és a viselő tudja saját magának összeállítani, és téli-nyári viselet is. Minimális anyagfelhasználással készül. A korábbi inspirációimból is merítkeztem, egy 2009-es Origami nevű cipőkollekciómból, amit gyakorlatilag ugyanúgy terveztem, mint a Big Pakot, hogy egy papírlapra ráálltam, és addig hajtogattam a formát, amit tökéletes nem lesz. És egyéb olyan változtatható kollekcióimra is visszatekintettem, ami nagyon jellemez engem. A tervezés során kifejezetten ügyeltem arra, hogy megtaláljam azt a 3 főpontot, amit követni szeretnék a tervezéskor. A legfontosabb 3-at az egyik az volt, hogy minőséganyagokból dolgozzak, hogy do it yourself legyen a termék, tehát hogy be tudjam vonni a vásárlót valamilyen formában a termék tervezéskor, és hogy újra felhasználható csomagolást terveztek. A modellezési folyamatot láthatjátok, hogy teljesen elhagytam a hagyományos kaptafára tervezést, gyakorlatilag a lábamon terveztem meg az összes 6 modellt, amit 100 000-szer kellett ki is befűzni, és milliméterenként újra kellett a szabásmintát vágnom. Itt láthatjátok a leges-legelső pikpak maketteket, amik nagyon csúnyák, és nagyon ronda anyagokból készítettem, de már látható, hogy valamilyen fajta elven elindultam. Kicsit előre adtam, bocsánat. És itt pedig az első olyan tervek, ahol azon gondolkodtam, hogy milyen hajtási elvek érdekelnek engem igazán, és mi az, ami kényelmes lehet a viselő számára, és itt jobb oldalt láthatjátok, én úgy nevezem, hogy a pelenkázó módszer, mert a sarkát és az orrát kell előre hajtani a formának ahhoz, hogy megkapjuk a véglegest. Itt láthatjátok, hogy egyéb alternatív anyagokkal is foglalkoztam, hiszen nagyon érdekel az ökológikus gondolkodás, az öko termékek tervezése, és egy Alcantara nevű olasz anyaggal kísérleteztem. Nyilván végesek voltak a forrásaim, úgyhogy végül a bőrnél maradtam, ami a legtökéletesebb anyag a világon. A majdnem végleges terveimben már láthatjátok, hogy majdnem mindegyik fazont ugyanazzal az elvel terveztem, mert ez a pelenkázó módszerrel, és nagyon fontos volt az a szempont, hogy kényelmesek legyenek, és könnyen összerakhatóak legyenek. Tehát úgy alakítottam végig a tervezést, formatervezést. Ezek a makettek, ezek már majdnem a teljesen végleges makettek. Itt láthattok elég sokféle formát, egészen a papustól kezdve a szandálon át, különböző fűzéstechnikákat alkalmazva, ilyen hurkolós vagy varró technikákat alkalmazva. És itt pedig a végső 6 modellt láthatjátok, ami végül is egy a papucstól a szandálon át a balettcipőig és egy zárcipőig fut, tehát mindenképpen úgy szerettem volna megtervezni a kollekciót, hogy ezeket a nyári cipőtípusokat mind felvonultassa, valamint az anyagok, amiket használtam, azok 2 mm vastag marhabőr, 5 mm vastag talpbőr, amit felvartam a felső részre, ahhoz, hogy nagyon tartós legyen a termék, és pamukcipőfűzőkkel voltak befűzve. Ebből a 3 anyagból épül fel a cipő, minimális anyagfelhasználás és gyakorlatilag 0 ragasztóval. Fontos volt az is számomra, hogy a talpformák, amikkel dolgozok, az ugyanúgy idomuljon a felső résznek a minimalisztikus stílusához, úgyhogy egy csomót terveztem, de végül egy ilyen viszonylag visszafogott formánál ragadtam, ami nagyon hatékony és nagyon kényelmes.
Itt láthatjátok, hogy milyen színek meggondolkodtam. Mindenképpen a színvilágot, amikor kitaláltam, az volt a fontos, hogy a játékosságot tudja visszaadni, azt a legó hatást, amit a cipőknek az összerakása során él át az ember. Bal oldalt láthatjátok a végleges a diplomakollekció színek, az jobbról pedig a lehetséges variációkat. Itt a fűzés technikákat mutatom, balról ez a varró fűzés technika, jobbról pedig a hurkolás. Mind a kettőt úgy alkottam meg, hogy kényelmes legyen a viselete. Kicsit különböző a stílusuk, és ezért máshogy dekorálják a formát. Körülbelül 150 makett, 50 millió lyukasztás, és nem is tudom hány ezer óra fűzés után sikerült megalkotni a hat formát. Teljesen kézzel készítettem az összeset, ott kicsit ki vagyok akadva, és ez csak egy kisebb segítséget kaptam egy cipős cégtől, ahol csiszolták a talpakat. A logótervezés nagyon fontos volt, hogy a diplomám végére én már egy kész brenddel szerettem volna előállni, úgyhogy Narvanesszával terveztük meg együtt a grafikát, aminek alapvetően egy cipőfűző a formája, és a csomagolásról a különböző piktogramokat, ami a terméknek a fő tulajdonságát mutatja meg, azt is megterveztük. És egy évvel rá a diplomázás után megcsináltunk egy Kickstarter kampányt, ami nagyon sikeres lett, és le tud gyártani az első 200 pár cipőt. Jelenleg Martfűn gyártjuk őket, és a weboldalunkon keresztül értékesítjük. Úgyhogy ez a most a munkám, hála az égnek. Itt láthatjátok, hogy néz ki a cipő összeépítve, az a fazon, amit most árulunk, tehát a 6-ból egyet árulunk, és hogy néz ki laposan, és keressetek meg, hogyha érdeklődtök. Köszönöm szépen!